Jó estét kívánok, mondanám, hogy egy kis trash talk itt a fehérvári stúdióban, de hát ez egy másik televíziónak a műsora, úgyhogy nem is veszem kölcsön a kifejezést. Maga a kifejezés persze ennél sokkal régebbi eredetű, de remélem, hogy jó szövegekben azért itt sem lesz hiány, és persze azért mondom, mert a sporttelevízióból ismert műsor egyik állandó vendég, a mi vendégünk, aki azonban hát most már fehérváriként van itt a fehérvári stúdióban, Kovács Sándor, sok szeretettel köszöntelek. Köszönöm, kedves aki ugye a Fehérvár Entroners amerikai futballcsapat. Hát itt jön az első kérdés rögtön, hogy ugye az amerikai foci az a sportág, és sokaknak kicsit szúrja a szemét, vagy a böki a csőrét, hogy amelyben nem fordítják le semennyire sem a kifejezéseket. Tehát mondanám, hogy te a védelem edzője vagy koordinátor, de nyilván azt mondod erre, hogy ez sokkal bonyolultabb, összetettebb, meg nem, van erre egy megfelelő angol kifejezés. Tehát, hogy igazából ebben a sportágban miért nem jelentek meg a magyar szakkifejezések? Miért nem dolgoztok rajta, hiszen ti vagytok a fő kommentátorai? Dolgoztunk rajta, csak nagyon rosszul hangzik a secondary helyet másodvédő vonalat mondani, vagy a safety helyet csöprögetőt mondani, vagy a linebackereknél vonalvédőt, szóval azt gondolom, hogy akár csak úgy, mint a rögbiben, hogy megmaradtak olyan angol kifejezés, amit érdemesebb úgy használni, még akkor is, hogyha általában az amerikai filmben nem úgy fordítják az irányítót, és nem vagy a running back-eket, de igazából teljesen, a lényeg az, hogy annyira van, szerintem van olyan akkora létjogosultság a játéknak, hogy vannak olyan speciális szavak, amiket érdemes úgy használni, mint a blitz, mint a defense koordinátor, szóval már erről akarunk beszélni. Szóval amikor nevezzük nevén, vagy coverage például, amikor tudjuk, hogy a védekezés kapcsán ők zónáznak, embereznek, hányan vannak mélységben, tehát ezek ilyen nem, más sportágokban megtalálták erre, tehát nyilván idő. Hát az idő. Akár szó szerint, mert például a kosárlabdában azt, hogy a festékben valaki hány pontot szeret, ezt csak nemrég vették át, tehát ez még egy 10 évvel ezelőtt, igen, nem értette volna senki, hogy hogyan a festék a kosárlabdához. De büntető területnek hívták, azt viszont mindenki tudta. Igen. Tehát azért mondom, hogy mintha egy kicsit elmentük volna abban az irányba, hogy jó, most már úgyis felnőtt egy generáció, ki tud angolul, egyrészt, másrészt, aki nézi a meccseket. Mert amikor az amerikai futball elkezdett terjedni Magyarországon a közvetítésekben, akkor azért még mindig egy nagyon hosszú szabálymagyarázatot kellett adni hozzá, egy értelmező kézi szótárt például ezekhez a szavakhoz. Most úgy látod, hogy már annyira ismert és elfogadott a sportág, hogy aki leül, az érti, hogy miről van szó? Egyre inkább, illetve azt gondolom, hogy szerintem mi Faragó Ricsivel próbáljuk azt a munkát csinálni a sportévében, és még Budai Zolival, Galai Lacival, Bencsics Márka, hogy kicsit magyar, kicsit angol, de több angol. Egy kicsit rávezetve a nézőket arra, hogy speciális nyelv van ennek a játéknak. Ettől függetlenül én nem zárkózom el, hogyha jó szavakat tudunk találni a különböző pozíciókra, csak egyszerűen annyira magától értetődik angolul, hogy nagyon nehéz. Például az irányítónak a sietetés nagyon hosszú kimondani. Erre a pesztrást használják, vagy az, hogy blitzelni küldik a linebackereknek, nem az a feladat, hanem az, hogy elkezdett állni az irányítót. Tehát ilyen nagyon-nagyon sok olyan dolog van. Jó, hát az még sehol nincs ahhoz képest, hogy a gyerekeim játszanak a számítógépes játékkal, és hogy gyakorlatilag, amit mondanak, annak egy szavát nem értem. Tehát ez képest az amerikai futball már tényleg arról nem is beszél, hogy van olyan kifejezés is, amelyik meg le van fordítva magyarul, és én azt sem mindig tudom, hogy miről van szó, amikor arról a bizonyos zsebről beszéltek, hogy a zsebben az irányító, én mindig keresem, hogy zsebre dugta a kezét, vagy honnan szedi elő a bűvésztrükkökhez a nyúlat, hogy mit jelent pontosan az, hogy a zsebben őt zavarják. Uh-huh. Hát tehát, hogy burda, megvan a burda magazin? A szabás minták, szabás igen. Minták. Igen. A zsebnek a szabás mintája az olyan, hogy szépen ilyen, mondjuk egy ilyen kapu alak. Aha. És az öt falember, aki védi az irányítónak, egy ilyen alakzatot kell felvennie ahhoz, hogy ebben a zsebben jól tudjon mozogni az irányító, ezért hívjuk ez így zseb. Na te látod, te zsebet, akkor azt le lehet fordítani, akkor nyilván a defense koordinátort is le lehet, ami te vagy egyébként itt a fehérvári csapatnál. És mielőtt erről beszélünk egyáltalán arról, hogy te ugye leköltöztél Székesfehérvárra, tehát most már fehérvári lakos vagy fehérvári polgár. Hogy érzed magad a nagy fővárosi nyüzsgés után, mert hogy azt mondják, hogy aki beleszületik a fővárosban, annak az éltető levegő, az nem tudja elképzelni máshol az életét, még mi vidékiek meg úgy vagyunk vele, hogy csak föl ne kelljen menni sűrűn. Én nem tudom, szerintem valahogy átmenet vagyok a kettő között. Én Szolnokon tanultam katonai szakközépbe, tehát erős kollégista voltam, hogy eléggé tudom, hogy milyen ez a vidéki levegő. Ráadásul nekem a gyökereim Nógrádból, illetve Szolnok kapcsán a Szolnok mentek is falvakba visznek, úgyhogy én igazából mindig pesti voltam, tőzsgyökeres pesti, de én nagyon büszke vagyok arra, hogy a felmenő vidékiek. Nekem egy nagyon nagy megnyugvás a nyüzsgés óta,
vagy egy kicsit leköltöztem, és tényleg csak azzal tudok foglalkozni, amivel igazán szeretek. Tehát nekem a foci kitölti szinte 0-24-ben az életem. Az elemzésekkel, azzal, hogy ugye járunk közvetíten, úgy van még a trash talk, a csapatnak a három edzése, a junioroknak a plusz két edzése. Tehát én igazából, ha jól szám, akkor egy szabad napom van, általában ez a szombat, akkor meg a fiamnak van általában a vízilabda meccse, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretek itt élni, nagyon szeretek itt lakni, nagyon kedvesek az emberek, nagyon nyugis város, nagyon élhető, és mindenkinek, aki erről kérdez, hogy hogy bírom ezt, és én azt mondom, hogy igazából én a munkahelyem, és amikor hazajövök, és utána pedig a pálya között ingázom, és utána pedig így elájulok, mert nagyon-nagyon sok munka van. Nagyon sokat dolgozunk az edző kollégákkal, hogy ez egy nagyon ütőképes csapat legyen, és azt gondolom, hogy a nagyon jó úton járunk, hogy a befektetett munka jövőre vagy jövő utánra kamatozzon. És kicsit visszamenve az időbe, illetve a te történetedbe, egyáltalán hogy kezdődött neked ez az a kapcsolat, ami most tényleg oda fajult, hogy neked 24 órában az amerikai foci tölti ki az életed? Hát egyáltalán hogy ismerkedtem meg a sporttal? Igen, és hogy kerültél bele pont az amerikai fociba? Hát 91-92-t írnánk, amikor valamelyik estén kerestem az ilyen softpornos NDK-s csatornában a csajokat, és volt akkor meg ilyen Screensport nevezetű adó, ahol láttam, hogy ilyen eléggé nagy darab emberek rohangálnak, és a Soldier Field-en volt ez a meccs, a New York Giants játszott a Chicago Bears, és kikapott a Bears, és én innen általában a gyengéket szoktam, hát nem tolerálni meg védelmezés. Tehát van, aki mindig a győztesek oldalára, lásd Schumacher, és akkor lásd a másik oldalt, amik inkább a vesztesek oldalára, és így lett nekem a Bears rajongásom. És akkoriban ilyen, hogy internet, meg szóval nem tudtam sem, könyvtár, hát akkoriban konkrétan a Cseh 2 volt, vagy az osztrák tévé. Tehát bicikli foci, és akkor a poszpisél testvérek is nyomták. És tényleg ez volt, és nekem az volt nagyon furcsa, hogy próbáltunk utána nézni, és nem nagyon ment. És akkor talán talán korábban, vagy lehet, hogy még abban az évben volt a Budapest Star Force-nak egy bemutató mérkőzés, ahol nem tudtam kijutni. De nagyon kedves barátom, akivel együtt jártam a katonai suliba, ő mondta, hogy ennek a csapatnak a tagja. És akkor én elmentem egy edzésre, és ott az engem a srácok széttörtek. Tehát én nem is nagyon kaptam nagy szerepet, mondták, hogy én nagyon tudok rúgni, akkor rúgjam el. És mivel leblokkolták, utána jól terébe vertek, és én bőgve mentem haza. Tehát nagyon sok minden nem történt azon az edzésen. És nekem mondták, ki is maradt a foci nagyon sokáig, én akkor kezdtem el baseballozni párhuzamosan, mert óriási amerikai imádat, 2-3 évvel a rendszerváltás után vagyunk, amikor taxis blokkát. Tehát egy csomó mindent mondhatnék, ami kapcsán így elkezdett mindenkinek kinyílni a szeme, és a baseball engem nagyon magával ragadott, de ezt a sérelmet én soha nem felejtettem el, és mindig nagyon érdekelt, mert közben a konzolos játékok kijöttek, az első Sega, Mega Drive, stb. És úgy elkezdett az is érdekelni, hogy milyen a játéknak a, nem tudom, az, hogy mik azok a zónák, meg ezek a blitzek, meg hogy történik, és így eredményesen, mert törték egymást, először még robotok, aztán már rendesen a Madden óta a játékosok, és akkor ez így egyre magasabb szintre ment. Én közben többszörös válogatott lettem a baseballba, felnőtt válogatott, jött a főiskola mellett is játszottam, és kijutottam a Németországba félprofiként a baseballal, és ott sűrűn látogattam az Ulm Falcon csapatában játszottam egyébként, és az Ulmban volt egy amerikai foci csapat, és ott is jártam a meccseken, de csak nézőként. És amikor visszajöttem Magyarországra egy szezon után, akkor miközben a baseballos csapattársakkal mi jártunk a Hajógyári-szigetre vasárnaponként dobálni, és saját szabályunk szerint halomra törtük egymást, és kiderült, hogy volt egy másik brigád, akik szombaton jártak, és akkor vagy mi tévesztettünk napot, vagy ők, és lettünk hirtelen egyik vasárnap 60-an vagy 70-en, és így alakultak meg a Farkasok, Árpa Attilával, Kefére, Király Csanáddal, Hubai Matyival, és azok a régi Cowboys és Star Force játékosokkal, Kelmen Andrisékkal, Farkas Gézával, Péter Csabával, aki most a csapatnak is a tagja. Teljesen történelmietlen felvetés, mert nyilván nem így van, de hogyha akkor valakinek van egy normális naptárja, akkor lehet, hogy a mai napig nincs amerikai futball Magyarországon. Ez is lehet, illetve az, hogy viszont a sportnak nagyon sokat köszönhetünk, mert akkor az első közvetítés. És akkor ez egy nagyon megindította az érdeklődést a sport felé, hogy összefújta azokat az embereket a szél, aki ebben látott valamit, szerette volna csinálni. És az Orci kertben elkezdtük az edzéseket, talán 100-an voltunk az első edzésen, úgy még felszerelés nélkül, és a régi Cowboys és Star Force játékosok voltak az edzőink, és az első évet azt mi felszerelés nélkül edzettük végig, akkor érkezett Lee Lafkas és a csapathoz, és akkor utána bemutatkoztak a Farkasok, még Ausztriában, mert akkor Magyarországon nem volt bajnokság, és akkor utána az első évben megnyertük a magyar bajnokságot, amikor a Debrecennel játszottuk a döntőt, és akkor így kezdődött a focinak az újkori történet, tehát az őskor az még a nagyöregekkel, az ilyen 80-as évek vége, 90-es évek eleje, és utána pedig az újkori, az pedig ilyen 2000,
2003, 2004 környékén. Tehát gyakorlatilag egy 20 évre nem tekint vissza az a fajta amerikai futball, ami ma már azért elég szervezett körülmények között van Magyarországon. Tényleg félelmetes felfutás akkor ez onnantól kezdve. És hát te ugye ebben is válogatott, illetve magas szinten játszó játékos lettél. Azt mondtad, hogy ez a tied, ez a te világod, ez a te sportod minden tekintetben? Nekem választanom kellett, amikor baseballoztam, hogy vagy ezt választom, vagy az amerikai focit, mert a kettő nem ment együtt, és elszakadt a keresztszalagom az egyik edzésen, és ezzel azt gondolom, hogy ezzel tört ketté a baseball pályafutásom. Elég jól ment egyébként, mondom, a többszörös válogatottság, meg az, hogy félprofiként játszottam önként Németországban, a német másodosztályban, az nekem nagyon sokat számított, és szerintem a sportág akkori megítélésének is csak nem volt akkor a hírverés. És azt gondolom, hogy akkor letettem a voksomat az amerikai foci mellett, mai napig nem bántam meg, de azt hiszem, hogy nagyon sok olyan gyerekbetegségen átesett a sport, amin a baseball is, és sokkal jobban jött ki belőle, mert azért, hogyha a baseball nevét mondjuk, akkor nem sokan kapják fel a fejüket, pedig van, azt hiszem, hogy 4 vagy 5 pálya Magyarországon. Na de ez most megint olyan, hogy azt mondod, hogyha lehet, hogy annak idején a sporttelevízió baseballt kezd el közvetíteni egy olyan avatott és lelkes hívével, mint amilyen ugye Faragó Ricsi az amerikai focinak, akkor ma baseball őrület van Magyarországon, mert ezt azért nagyon erősen összekötik a televízióval. Abszolút. Viszont a baseball az nem annyira nézhető. Tehát inkább tévében nézhető, meg nem igazán érted a szabályokat. Tehát miért futnak az uramutató járásra? Hát az amerikai futball sem egyszerű. A legtöbb szabály ebben van, viszont nagyon-nagyon hasonlít a rugbyhez, sokkal jobban, sokkal látványos abból a szempontból, hogy 10, tehát tök egyszerű azt mondani, hogy meg kell tenned 10 yardot szinte bármi áron, csak az van meghatározó, hogy kivel mit lehet csinálni a pályán. Hasonlít a rugbyre ebből a szempontból, a rugby alapszabályt vette át, de azért van rajtunk ennyi felszerelés, hogy itt bárkit lehet blokkolni, a rugbyben pedig csak azt a játékos lehet ütni, akinek a labda van. És ebből adódóan, és itt van az egyetlen egy passz lehetőség előre, mert ugye az amerikai focban is ugyanannyit lehet hátrafelé passzolni, de az egyetlen egy lehetőség, hogy lehet passzolni egyet előre, az teljesen megváltoztatja. Tehát ha a rögbisek most egyet passzolhatnának előre, és lehetne blokkolás, és felvennétek sisakokat, akkor amerikai focinál. Igen. Jó, és ha már itt tartunk, bár nyilván lehet, hogy nincs is elég adásidőnk, hogy ezt pontosan megfogalmazzuk, ráadásul tényleg az Entronelszről akarunk beszélgetni. Mi az, ami ezt a sportágat úgy igazából vonzóvá és népszerűvé teszi szerinted a nézők és azok körében is, akik űzik? Mert azért ez egy nagyon kiköpött amerikai dolog, tehát pontosan tudjuk, hogy ott esznek, isznak, fogyasztanak, az egész arra van kitalálva, hogy sok millió dollárt ott hagyjanak meccseken, de mégis maga a játék az valami úgy van megalkotva, hogy akit egyszer beszippant, azt tényleg lenyűgözi. Semmilyen más sportot ledegradálva a legtökéletesebb csapatjáték, én azt hiszem. Tehát olyan sportot nem tudok mondani, ahol a védekező csapatrész az tud pontot szerezni. Az, hogy ennyire pontosan meg kell határozni, hogy kinek mi a feladata a pályán. Ugye 2 különböző egységből, illetve 3 különböző egységből áll, támadók, védők és a speciális teamből. És lehet, hogy csak 10 másodperc hosszig tart egy játék, és talán 20 másodpercen felkészül, de pont ettől lesz az a dinamikája. Egy ilyen nagyon-nagyon elképesztő sok játszmára hasonlít az egész, ahol az ellenfélnek a két koordinátora harcol egymás, hogy próbálja egymás gondolatát kitalálni azokkal az emberekkel a pályán, akiknek a nem a sakbábunknak megfelelő értéke van, hanem folyamatosan változhat. Lehet jó napja, rossz napja, mert emberekről van szó, lehet a pálya csúcsán, és ezekből próbálja összerakni azt a stratégiát, ami nyerő lehet az ellenfél ellen. És egy picit valaki belelát ebbe, hogy milyen nüansznyi dolgok döntenek azon a mérkőzésen, ezért mondják azt, hogy ez az incseknek a sportja, az amerikai foci, mert tényleg az, hogy éppen csak, hogy nem érted el, éppen kilépett, véletlenül rálépett a vonalra, átlógott a sisak és szabálytalanság, tehát egy csomó olyan dolog, amitől, és a vadság az, én azt gondolom, hogy az a feltétlen vadság, ami a fizikai erő, a fizikai behatásoktól az embereket nem is az, hogy megrémíti, hanem elámul azon, hogy ezek a modernkori gladiátorok, ezek hogyan zúzzák szét egymást, és mégis mind a kettő föl kell, és talán folytatják. Jó esetben, igen, jó esetben, biztos. Igen. Szóval ez egy lebutított háború. És hát ugyanakkor azért is korunk játéka, mert akár azt nézve, hogy a technika 100%-os kihasználtsága, az mennyire átgyűrűzött most már a tenisztől kezdve, most már a legtradicionálisabb futballba. Tehát, hogy ez az a sport, ahol gyakorlatilag mindent megmutatnak a nézőnek, azt is akár, amit ott a játékos nem lát a pályán, igen, a játék hevében, és mindenki elfogadja,
hogy az dönt, amit a kamera mutat. Igen, mert a kamera nem hazudik, ezt tudjuk a videóelemzésekből, és a srácoknak mindig ezt mondom, hogy nézze, milyen lassan mozogsz, látod ezt te vagy, és akkor ez nem csalás, nem ámítás. Én azt gondolom, hogy az NFL Filmsnek nagyon-nagyon sokat köszönhet a sport, nem csak az amerikai foci, hanem tényleg az a teljes sportvilág. Ez volt az a mérkőzés, amit először talán még rögtön az első, nem is egy kamerával, hanem már rögtön kettő vették két különböző helyről. Ugye ennek nemrég találták meg még a bizonyítékait, hogy van ilyen, csak nem mondta senki alá, meg azt hitték nagyon sokáig, hogy eltűnt az első felvétel. És talán folyamatosan bővítették ezt. És akkor először 5 kamerával 10, és most már a Super Bowl-okon is, és átlagosan azt mondja, hogy a normál meccseken is majdnem 50 kamerával rögzítik a meccseket, ami pont azért, hogy a nézőket kiszolgálják. És vannak olyan technológiai újítások, hogy ha te előfizet bizonyos program vagy rendszerekre, akkor neked nem a tévéközvetítést lehet csak nézni, hanem az 50 kamerából is választhatsz, ami élőben közvetít, ha te pont arra a pókra vagy kíváncsi, ami fölülről nézi, akkor csak azt nézed végig. És így fogják megtalálni a jövő nagy adás rendezőit. Tehát nem csak a pályákon lehet találni tehetséget, hanem ki otthon a legjobb műsort keveri magának belőle. A show, de az Egyesült Államok minden arról szól, hogy show, hogy még jobban kiszolgálni az embereket, és erre az egy dolog, hogy mindent megmutatsz, de az lehet olyan zenével alákeverni, azokat a mondatokat bevágni, amitől azt látjuk, hogy ikonok vannak a pályán, óriás hősök, és az a sport ez nagyban köszönheti annak is, hogy találtak olyan hősöket, akire fel lehet fűzni sztorikat. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ha ezt minden más sportban megcsinálják, akkor hasonló népszerűsége lehetett volna, mint az amerikai focinak. Hát nagyon nehéz hasonló népszerű találni, bár a mi európai, illetve tőzsgyökeres futballunk azért a világban még egyelőre őrzi a monopól helyét. Abszolút. Most itt a Fehérvár Entroners kapcsán neked hány játék van a fejedben jelenleg? Hát ha a tavalyi meccseket nézzük, akkor ilyen 20-30, hogyha az idei meccset és egy teljesen új playbook-kal készül a defense-ből minimálisan 10-15, tényleg, mert a srác. A legnehezebb dolog edzés szempontból mindig, amikor egy új csapathoz kerülsz, felmérni azt, hogy ki milyen szinten van, nem csak fizikálisan, hanem elméletben is. És nagyon nagyok a tudásbeli különbséget, először ezt kell egy szintre hozni, és ha már együtt gondolkodik a csapat mind a 11 embere, akkor lehet ez a tudást bővíteni. Egyébként a védelemnek van, most ez nyilván laikus kérdés, hogy a védelemnek van saját játék, aneknek nem az ellenfél támadóihoz kell alkalmazkodni, vagy arra is reagálni? Is. Tehát egy alapformáció mindig van, egy alap séma, egy alap stratégiai dolog, hogy mi abból szeretnénk megoldani, könnyíteni a játékosaink dolgát, hogy a mi secondary-ink, a mi másodvédővonalunk, ő szerezzen több labdát, amivel abból tudunk, hogy kényszerítjük az irányítót, hogy hamarabb dobja a labdát. Hamarabb dobja, nem tud koncentrálni, ők jobban tudnak helyezkedni, elkapják, visszaviszik. Tehát a mi játékstílusunk az inkább erre épül, hogy nagy nyomást helyezve az irányítóra, hátul zónázva leszedjük ezeket a labdákat. Van, akinek teljesen más, van, aki hagyja, hogy csak 4 ember menjen, és jobban elosztják a zónát, van, aki emberezik végig, és akkor ezeket szünteti, meg valaki meg akarja teljesen állítani a futást, és kényszeríten, hogy passzoljon az irányító, van, aki inkább a futást engedi, mert tudja, hogy sokkal jobbak a játékos, és megállítják. Tehát ezen belül is rengeteg olyan séma van, ami nem biztos, hogy az edzőnek kell eldönteni, hanem a játékosnak az egyéni képességei adják össze a csapatnak a tudását, és a csapatnak a stratégiát így kell meghatározni, és ilyen játékokat kell kitalálni, hogy működjön. Most, amikor bejöttél ide a stúdióba még adás előtt, akkor hosszan telefonáltál, mert valaki, egy játékos érdeklődött, hogy itt a legutóbbi mérkőzés kapcsán kielemezted-e már. Tehát tényleg igazoltam, hogy gyakorlatilag nem tud másról szólni nekem még egy telefonbeszélgetés sem, mint az amerikai fociról. Azt hallottam, hogy tényleg olyan szinten vagy maximalista, hogy nyilván ezt azért a csapatnak is valahogy el kell fogadni, és hogy tényleg azért alapvetően ugye amatőr csapatról beszélünk, akinek a játékosai nyilván munka után szenvedéllyel, de mégiscsak hobbiból csinálják ezt az egészet. Tehát hogy tudod ezt egyensúlyba hozni, hogy ezekkel a fiúkkal is elfogadtasd, hogy mindent 100%-osan kell? Nagyon-nagyon jót kérdezel, és nagyon sokat gondolkodtam ezen, mert én mindig azt gondoltam, hogy a foci ez egy félkatonai szervezet. És azon belül főleg a defense, ott meg abszolút arról szól, hogy mint egy kiképző őrmester próbáljuk ezt a dolgot, és persze vannak olyan pillanatok, amikor nem úgy, amikor össze kell borulni, végig kell gondolni, és úgy kell csinálni, vagy mi tábornok a saját csapatát, ahogy elküldi. De pontosan azért, mert ezt a maximumosomnak egy bizonyos részét szeretném rájuk erőltetni, hogy ne elégedjenek meg azzal, amit láttak, legyenek sokkal jobbak, adjanak bele mindent a munkán kívül, mert tudom, hogy ezek nem profi játékosok, de ettől függetlenül ez az amerikai foci egy életforma. Tehát ha nem adsz bele mindent, nem tudod, hogy hogyan működik, akkor teljesen máshogy fogod nézni a közvetítéseket, nem tudod, hogy mennyire fáj a ütés, hogy jössz ki belőle, hogy tudsz felkészülni fizikálisan. És ebben a kis magyar valóságban egyáltalán az, hogy vagyunk 40-50 edzésen, és a
és az, hogy ezt végig tudjuk csinálni, én azt gondolom, hogy ez főleg a srácoknak köszönhető, akik látják azt, hogyha én ennyire át tudom érezni, hogy nekem mennyire fontos ez, és tudom velük éreztetni, hogy engem az incsök meg a yardok érdekelnek, hogy ne kapjunk ilyet, főleg abból nem, hogy tudjuk előre, hogy mit fog csinálni a másik, és ha mégis megtörténik, akkor gondolkozunk azon, hogy tudunk ezzel javítani. És mivel a srácokra átragad ez a mentalitás, nem akarnak ebbe belenyugodni, és így egyre jobban belehajszolják magukat. Tehát én mindig azt gondolom, hogy a belső motiváció a legfontosabb, azt, hogy edzőnek kell igazából táplálni a tüzet, hogy tudja ezt megoldani. Mert a Maslow-féle piramis óta tudjuk, hogy az, hogy anyagilag te támogatod a játékosokat, vagy fizetsz érte valamit, ha ez nem a megélhetésről szól, akkor 6-7 hónapig ezután emelkedni fog. De az, hogy a belső motort hogyan kell jól felpiszkálni, az egy teljesen más dolog. Akarják ezt a srácok, megörülnek egymásért, nagyon jó a csapatszellem, és ebből lesz egy olyan kohézió, amitől győztesek leszünk. Nyilván ők nem gyerekkoruk óta foglalkoznak ezzel, biztos, hogy hátrányban vannak azokkal szemben, akik ezt profi szinten űzik, de hogyha elsősorban a mentalitáson, a akaratbeli dolgokon múlik, lehet itt valakiből profi játékos a későbbiekben? Látsz olyan képességeket? A most 12-13 éves srácok közül még biztosan lehet olyan. Meg lehet, hogy még sokat is mondtam, lehet, hogy 8-10 éves, aki most is komolyan szeretné ezt csinálni, és tényleg mindent belead, abból miért ne lehetne. Tehát azt gondolom, hogy egy jó amerikai ösztöndíjra, egy jó egyetemen, az, hogy Magyarországon kezdte a pályafutását, és megkapta az alapokat, és kiment és egyetemen tökéletesítik a játékát. Én ebbe egyrészt nagyon hiszek, másrészt van erre példa. Tehát én azt gondolom, hogy Szatmári Dani személyében, aki a kanadai bajnokságban játszik, nagyon-nagyon közel van, akár 2-3 lépéstől és a profi szerződéstől, vagy a kanadai ligában, vagy az Egyesült Államokban. De tény az, hogy van erre lehetőség. Az, hogy ezt mennyire vannak olyan edzők Magyarországon, akik ezekkel a feltörekvő generációs tökéletesen tudnak foglalkozni, itt érzek egy pici hiányosságot, talán egy kezem meg tudom számolni, hogy hány ilyen van. Teljesen más típusú edzőkkel, felnőtt képzésre, teljesen más juniorokra, itt nevelő edzőkkel lennek, és azért azt gondolom a korábbi sporttapasztalatomból, hogy nagyon-nagyon kevés jó nevelő edző van, főleg ez a 8-10-12 éves korosztályra teljesen más típusú emberek kellenek. Ebben sajnos a magyar-amerikai foci le van maradva, de onnantól kezdve, hogy 14-16 éves kortól már nagyon-nagyon jó edzőink vannak, szerte az országban azt gondolom, és a válogatott szinten is, ha nem csak a nagy válogatta, hanem a junior válogatotta, vagy az ifi válogatotta, amely inkább ifi válogatott, ott már jó szakemberek dolgoznak. Hát sajnos véges az adási időnk, és nem fog minden beleférni, amit még egyébként nagyon szívesen megkérdeznék, de azt azért mindenképpen érintsük röviden, hogy ugye játszott most egy felkészülési meccset a csapat, ami az eredmény tekintve nagyon szépen sikerült a kijeviek ellen. Most milyennek látod nagyon-nagyon az elején még ennek a közös munkának? A legmagasabb szintre most fog játszani az Entroners, plusz jön egy osztrák kihívás, tehát gyakorlatilag duplán kell megfelelni. Milyen csapat alakul? Ha ezen az úton járunk, akkor nagyon jó csapat lehet. Elsődlegesen nekünk fontosabb, hogy az osztrák ligába évről évre följebb lépjünk, és egy 5-6-8 év távlatában a AFL csapatot építsünk. Ez azt kell, hogy legalább én azt gondolom, hogy Magyarországnak a magyarországi válogatottaknak a szám az drasztikusan megnőjön Fehérváron, mert abból tudsz egy jó csapatot építeni. Tehát szeretném, hogyha ez azzal párosul, hogy 80% az Fehérváron játszik, akkor tudsz egy igazán jó csapatot építeni. Tulajdonképpen a válogatottnak kéne az AFL-be játszania, mert azt a szintet tudnánk képviselni, csak ugye mindenki máshol játszik. És idén a AFL-ben én várok győzelmet a csapattól, de nem látom azt, hogy az elődöntőig simán el tudnánk menni, tehát én azt gondolom, hogy 2-3 max győzelem van benne most még egy csapatban, még akkor is, ha ilyen jól edzünk, de mondom, nem is ez a cél, viszont azt gondolom, hogy 2-3 év múlva nekünk ilyen játékos állománnyal, ilyen felkészültséggel, ilyen háttérrel nekünk döntőt kell játszanunk, és a döntő pedig bármi lehet. Hát legyen így, mert azért volt rá példa itt a fehérvári sportban, hogy valaki akár az ország legjobbjait össze tudja gyűjteni, és hát ugye Bóka Viktor szokta mondani, hogy a hoki az alapvetően már csak az osztrák liga miatt is követendő példakép. De ha már itt vagy, és nem a trash talkba mentél, amire nagyon hálás vagyok, azért egy pár mondattal beszéljük az NFL-ről is, annál is inkább, mert most jön a szezonnak az a része hamarosan majd, ami a magyar nézőknek a nagy többségét is lázba hozza, bár tudom, hogy a fanatikusok azok bármikor egy alapszakasz meccset is végignéznek. Hogy látod most az esélyeket? Hát sokára lesz még a Super Bowl, hiszen a rájátszás sem kezdődött, még elsőt küzdenek érte ugye a csapatok, de azért biztos sokakat érdekel, hogy valaki, aki a
Magyarországon szakértője a sportának, most mit jósol. Én megmondom őszintén, hogy én egy amerikai városban jártam, és azért nagyon szeretem San Franciscót, nekem az a csapatom, tök utolsó a ligában, megnézve egy győzelmük sincs, én már abszolút outsiderként tudom figyelni a történések, hát pedig nagy múltú csapat. Rámentek az 1-1-re, hogy a következő draftnak az első választására. Szerintem pont azt az évet éljük a ligában, ahol a nagy csapatok egy picit hátrébb szorulnak. Tehát most, akit jónak tartok még a rájátszás kapcsán, az a New England és a Pittsburgh, de olyan csapatok jelentek meg, mint a Philadelphia Eagles, a Jacksonville Jaguars, a Kansas City Chiefs, akik ott vannak, és igazából bármi történt, nagyon-nagyon jó mérlegük van. Főleg az Eagles-t emelném ki, aki nagyon-nagyon régóta próbált, már talán 4 vagy 5 éve jutott utána a rájátszásba, és akkor azóta folyamatosan lefelé szálló ágba volt, de jött egy újonc, és a tavalyi év után egyszer megtáltosodott az Eagles. És ezt is hibát léltem az amerikai sportokban, nem? Tehát, hogy ott elképzelhetetlen, hogy jó dinasztinának hívják, ha már valaki 3-at nyer zsinórban, hogy tényleg a nulla, a zéró az egyszer csak nyerő lesz, azért, mert eleve a kiválasztásnak a játékos csereberének a rendszere olyan, hogy előbb-utóbb valaki talál egy gyémántot. Ez az egyik, a másik pedig a pénz, tehát ez a salary cap-nek hívják, ami nem legyen fizetési plafon, talán az a legjobb szó, mert így, amikor meg van határozva, hogy egy adott szezonban annak az 53 játékosnak mennyi lehet a fizetése. És mivel ez minden csapatnál egyenlő, ezért úgy kell sakkozni a számokkal, meg úgy kell engedni a legjobb játékosokat, vagy módosítani a fizetést, hogy kicserélődjenek ezek az emberek, mert ha valakinek nem tetszik, nem akar több pénzt akar keresni, akkor vár egy jobb játékos, és átmegy oda, és teljesen felborul ezzel a saját csapatod is, meg készülni kell erre meg az újoncoknál. Szóval az igazi matek a fociban, a pályán kívül, hogy amiért számoljuk a számokat, az, hogy így mennyit keresnek a játékosok, és úgy tud megcsinálni a focinak a gazdasági részét, hogy évről évre jobb legyél. Az a menedzser játékok a számítógépen, ahol egy adott keretből kell kihoznod. Igen, csak amikor az európai fociban azt mondjuk, hogy itt nincs ilyen keret, mert tényleg nincs keret, mert bárki megvehetsz. És például hoznánk egy tényleg az európai top 12 csapat, vagy 16 csapatra hoznánk egy ilyen kepet, és mondjuk abban nem férjenek be mondjuk a Barcelona játékosai. Hát a Neymar nem vehetné meg, tehát 300 millió euróért de senki. De mi lenne, hogyha mondjuk, nem tudom, most mondok egy, mondjuk a Bayernbe játszana. Igen. Tehát így, és akkor olyan játékosok ennek, hogy mindenhol szinte azonos, mert ugye a fizetésben azonosan vannak mérve, de hogy a pályán ütött teljesítmény, ezt hogy tudják megoldani az edzők, na az lenne igazi feladat. Szóval ez egy picit más, de mind a kettőjét, tehát én a fociért is rajongok, én minden sportért rajongok, úgyhogy nem lát. Tehát ez ettől is nagyon szép. És ott az Európa főt meg attól, hogy bárki mehet bárhol, vagy ha van, aki megfizeti. Hát nagyon sok sikert kívánok a fehérvári munkálkodáshoz, és ahhoz, hogy tényleg lássuk azokat a győzelmeket majd a csapattól. Igyekezni fogunk. És a védelem is mindig odaérjen, hogy az incseket ne tudják gyújtani az ellenfelek. Nem engedünk pontot, remélem legközelebb. Köszönöm szépen, Sanyi, hogy itt lehettem. Kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet, és természetesen mi is figyelemmel kísérjük majd az Entronel minden mérkőzését a továbbiakban is. Viszontlátásra!